Sorry. I'm back. Memory. Oh my God. Oh my God, look at that. Oh yes. Look at that. Oh my. Oh, I love it. I just love it. Oh my goodness me. Yeah. Oh wow. Fantastic. Oh my. Oh my God. Look at that. I love it. Wake up over there! It's fantastic! Oh my. You like it, yeah? It tastes so good! Hallelujah! Tengermély tisztelettel és hatalmas szeretettel köszöntöm a nézőket, ez a Lalisz Game sorozat. Jóval hivatalosabb és szertartásosabb most a köszöntés, ami nem is véletlen, hiszen saját magamat is meglepve úgy döntöttem, hogy eljött az idő, hogy bemutassam azt a játékot, ami szinte legelsőként települt fel életem első modern számítógépére, valamikor még 2002 környékén. Attól a pillanattól fogva, hogy először játszottam vele, azaz több mint 20 éve már töretlenül vezeti a videójáték toplistámat. Egy játék, ami ugyan nem mentes kisebb hibáktól, mégis egy a korát sok szempontból bőven megelőző, komplex, tartalmas, humoros, szórakoztató, csinos és időtálló, egy abszolút remek mű. Hogy mindez egy a múltra az édes nosztalgia rózsaszín lencsén keresztül visszategítő boomer elfogult véleménye, vagy egy teljesen indokolt és megérdemelt istenítése, azt majd döntsétek el ti a végén. Én Lali vagyok, ez pedig az abszolút legeslegkedvencebb videójátékom a világon, a No One Lives Forever. A Monolith Productions neve remélhetőleg mindenkinek ismerősen cseng. Az 1994-ben alakult amerikai cég 97-ben robbant be a gamer köztudatba a Build Engine-re épített Blooddal, illetve a Claw című 2D-s akció platformerrel. A Claw már szerepelt a sorozatban, a Bloodról viszont még nem nagyon nyilatkoztam, pedig már annak idején is felkaptam az akkor 7-8 éves fejemet rá. Én a Doomon nőttem fel, de mégis a Blood volt az első játék, amitől kvázi tartottam. Valószínűleg a grafika és hangok együttes erével jóval nyersebb, sötétebb hangulatot teremtettek. Akárhogy is, a Blood által mindenki megismerte a Monolithot és elismeréssel adózott feléjük. Röviddel ezután 1997 végén és 1998-ban a videójátékok és főleg az FPS-ek terén végbement egy korszakalkotó forradalom. Grafikai téren a Quake 2 motorja elhozta a teljesen háromdimenziós világokat, amikre építkezve a Thief és Half-Life alapjaiban reformálta meg az FPS műfajt. Ilyen hatalmas hullámok közepette jelent meg a Monolith két újabb játéka, a Shogo, illetve a Blood 2. Előbbi pozitív értékeléseket kapott, de ez az eladásokon sajnos nem látszott meg, a Blood 2 pedig, nos, az nem sikerült túl jól, és habár ez nem 100%-ban a fejlesztőnek tudható be, a cégnek fel kellett zárkóznia, és ami még fontosabb, bizonyítania is kellett. A Shogo után már elkezdődött az új játék fejlesztése, illetve a kiadókeresés is. Több kudarc után pengélyen táncolva végül sikerült nyelvbe ütni az üzletet a Fox Interactive-vel, így megmentve végül a Monolithot a csődtől. A mindenki által csak Nolfként emlegetett játék eredeti teljes címe The Operative No One Lives Forever volt, és az úr 2000. évében november 10-én jelent meg, és végtére is a Monolith számára elhozta a remélt megváltást, hiszen több évjáték a díjat is bezsebelt. A fejlesztés során rengeteg minden változott, akár a játékmenetet, akár a főszereplőt illetően. A legelején még a Shogo kvázi folytatásaként egy ahhoz hasonló animés akciójátéknak indult, amelynek egyes elemeit végül csak a 2005-ös Fear-be építették bele. Ezen kívül a főhős egy Adam Church nevű fickó lett volna eredetileg, akit később lecseréltek a legendás Kate Archerre, akit egy Mitzi Martin nevű modellről mintáztak. Guten Abend, Fräulein. Do you make love to strangers? Certainly not. Then allow me to introduce myself. Ha röviden össze kéne foglalnom, milyen a Nolf, azt mondanám, hogy vigy egy dunctos üveget. Ne! Tegyél bele egy James Bond féle akciózós, lopakodós, különleges gadgetekkel operáló ügynököt,
egy titkos nemzetközi védelmi szervet, akik a háttérben hidegháborút vívnak a békéért, egy hozzájuk illő világuralomra törő terrorista csoportot, önts fel az egészet Austin Powers féle 60-as évekbeli esztétikummal, zenével és humorral, cseréld le a főszereplőt egy nőre, és végül add hozzá a Monolith saját fejlesztésű Lithtech motorját, és voilà! A történet és a játék a már említett 60-as években játszódik, a főhős Kate Archer pedig a Unity nevű titkos szervezet újdonsült tagja. Kate korábban egy rendkívül ügyes tolvaj volt, akit a Unity egyik ügynöke Bruno Lawry karolt fel, és végül így került a szervezethez. Az elmúlt napokban azonban az aktív titkos ügynökök felét szép sorban meggyilkolja Dmitri Volkov, akihez Brunónak volt már szerencséje, attól a naptól fogva kell szemkötőt viselnie Volkovnak. Gyanús a dolog, hogy egy áruló van az események mögött, és mivel sok a dolog, de alig maradt bevethető ügynök, Brunót és Kate-et küldik Marokkóba a következő küldetésre. Kate a legelső női Unity ügynök egy meglehetősen himsoviniszta korban, úgyhogy mindenképp bizonyítania kell majd. Az eligazítás előtt és után a Unity főhadiszállásán találjuk magunkat, ahol a kamerák és az ambient zúgása, illetve a recepciós hölgy hangja visszarepít ahhoz a pillanathoz, amikor ez a szerelem megfogant. Good afternoon, Miss Archer. They're expecting you in the briefing room. Wrong way, Miss Archer. A Half-Life-hoz hasonlóan a Nolf helyszínét is megpróbálták a lehetőségekhez mérten élővé varázsolni. Minden szoba, folyosó és iroda hiteles, van értelmük, létjogosultságuk, még akkor is, ha némelyik pusztán csak dekorációként van jelen. Az NPC tudósok dolgoznak, az őrök járőröznek, az ablakra ütve felébred az elpillett kolléganő. A korszellemnek megfelelően van egy meglehetősen hosszadalmas és részletes tutorial rész, amit viszont a korszellemtől eltérő módon teljes mértékben skippelhetünk is. Ennek ellenére ez egy érdekes dolog, hiszen akik még csak először játszanak a Nolf-fal, azoknak abszolút ajánlott a tréninget végigcsinálni, de ha magamból indulok ki, a veteránok is ugyanúgy végigviszik 51-ére ezt, hiszen a kiképzőtiszt hangja, szövegei és úgy unblock az egész vegytiszta hangulat és nosztalgia. Hello, Kate! How are you? Smithy wants me to run you through a basic firearms or fresher course. Még a legelső szakaszban olyan vérpesdítő dolgokat tanulhatunk meg, mint például hogyan kell ajtót nyitni, vagy átvezetőket elnyomni. Az ezután következő advanced training szerintem kötelező, és tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni például a lopakodás mechanikáit taglaló részekre, ugyanis ez a játék alapköve, de egyben legsarkalatosabb része is. Mivel alig 2 évvel járunk csak a Thief megjelenése után, jobb vagy esetleg más példák hiány az ott látott mechanikákból táplálkozik a Nolf is. Futni csak a legritkább esetekben éri meg, a csendesebb haladás érdekében guggolva vagy legalábbis sétálva érdemes közlekedni. A lépéseink hangereje függ a padlótól is, a szőnyeg lesz a legnagyobb szövetségesünk, a csempézett padlót és a fém lépcsőket pedig lehetőleg kerülni kell. Tisztára, mint a Thief, bár tény, hogy itt annyira nem hangsúlyos ez a mechanika, ha sétálunk, akkor az esetek nagy részében nem kerülünk idő előtt bajba. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenfelek hallása problémás lenne, sőt, a Nolf-béli lopakodás elsajátítása gyakorlati tapasztalatokra és szituációs elemzésekre alapszik. Ez magyarra fordítva annyit tesz, hogy kezdőknek sűrű quicksave-ek mellett kell megtanulni, hogy az adott szituációkban milyen fegyverekkel és hogyan kell cselekedni, illetve ami még fontosabb, kitapasztalni, hogy mikor sikerült hibátlanul mindezt teljesíteni, ergo mikor szabad teljesen a levegő a továbbhaladáshoz. Egy klasszikus példa, ami az egész játék során elő fog jönni, a sarok felé közeledve hallani, ahogy 2 őr a közelben beszélget egymással. Alapesetben érdemes megvárni, míg a dialógusnak vége, már csak azért is, mert általában igen mókás várbeszédeket hallani így, másrészt ezután a 2 őr elindul általában 2 külön irányba. Ha nem akarunk várni, akkor meg kell tanulni a villámgyors double headshot technikát. Did she really say that to you? Yeah, can you believe it? So what did you do? What do you think I did? I know what I would have done. Avagy ha csak lassabb fegyver van nálunk, akkor fejlővés után gyors visszavonulás és a társát élezgető másik ört kell fejbe lőni. Ez az az eset, amikor minden rendben megy. Amikor viszont nem, akkor szinte akármi előtörténhet. Az ellenfelek hallása szituációtól függően lehet akár természet feletti is, amikor van, hogy egy emelettel feljebb is meghallják a hangtompítós fegyver lövését, minek után azt veszed csak észre, hogy a pályán keresztül rohanó ellenfél egyenesen az arcodba tolja a fegyverét. Ez meglepő módon egyébként nem csak magán a fegyveren múlik, hanem hogy az ellenfelek maguk milyen hangosan múlnak ki.
Ezt talán nem várnánk el elsőre egy több mint 20 éves játéktól, de van különbség a között, hogy egy halaknyögéssel vagy egy hangos sikoly kíséretében esnek össze az őrök. Hello? This person's dead. A másik oldalról pedig a Nolf hangtompítós fegyverei, gondolom valamelyes valósághűen nem 100%-ig csendesek. A játék ikonikus P38-as pisztolyát fogjuk legtöbbször látni és használni, aminek hangtompítójával legtöbbször meg lehet úszni a csendben gyilkolást. Ellenben a később megszerezhető Luger már kevésbé effektív, egyrészt olyan lassú, hogy két fejlövést leadni vele általában nem lehet elég gyorsan, illetve hangtompítóval is nagyobb eséllyel meghallják messzebbről is. Aztán itt van az ikonikus Hampton Carbine, a Delisle játékbeli mása, nos a Nolf szerettette meg velem ezt a fegyvert. Ez is a legelejétől fogva elérhető számunkra, és ahogy játékban is mondják, ez a világ egyetlen valóban csendes puskája, legalábbis a játékban ez így van. Ezzel nagyon ritkán fogunk bajba kerülni, de hátránya persze, hogy záváros, tehát lassabban lő, illetve olyan lőszert használ, amit a pályákon nagyon ritkán vagy egyáltalán nem találunk. Az is fontos info, hogy a pisztolyokkal ki tudunk lőni őröket ablakok mögül is, anélkül, hogy ezt széttörnénk, a karabéllyal viszont nem. Ezen fegyverek mellett egy későbbi pályán szerezhetünk hangtompítót az egyik SMG-hez, ami meglepően jól használható, de szerencsére van a játékban még egy ennél is jobb aduáz, de erről majd kicsit később. Az ellenfelek hallása mellett persze evidens, hogy a látóterükbe sem érdemes kerülni. Az ellenfelek szerencsére túl messzire nem látnak, de ehhez kapcsolódik a lopakodás és maga a játék egyik legnagyobb hibája, vagy inkább hiányossága. Manapság már megszokott dolog, hogy van a játékokban lean mechanika, azaz a sarkok mögül ki lehet leskelődni. A Nolf első részében ilyen még nincsen, ami viszont van, azt a tréning során úgy magyarázzák el, hogy ha a sarok mögül guggolva kioldalazol, és még időben gyorsan visszaugrasz, akkor nagy eséllyel nem fognak észrevenni. Na ja, ez egy eléggé primitív technika, amire gondolhatnánk, hogy így 23 év elteltével született már fanok által készített megoldás, de sajnos nem. Hasonló helyzetben van a guggolás is, amihez folyamatosan nyomva kell tartani a gombot, a toggle funkció nem lett beépítve ehhez, úgyhogy ha ez zavar valakit, annak külső szoftvert kell ehhez használnia. Ezekből a hiányosságokból később persze tanultak a fejlesztők, és mint minden, ez is megszokás kérdése. Ettől és a sokszor random módon viselkedő ellenfelektől eltekintve a játékbeli lopakodás valami hihetetlenül élvezetes, pontosítok, a végeredménye élvezetes. Marha hangulatos a pályákon szép lassan, csendben, megfontoltan haladva megtisztítani az egészet az őröktől. Szerencsére mindegyikük elég beszédes, úgyhogy mindig kapunk audio feedbacket tőlük, amikor például megindulnak egy zajforrás felé, vagy éppen elhesegetik az esetleges betolakodó gondolatát. Az audio feedback legfontosabb része a lépés hangok, ezekre ha odafigyelünk, be lehet lőni, hogy merre járőröznek, vagy milyen messze vannak tőlünk. A lépések hangjai talán nincsenek annyira irreálisan felerősítve, mint a Thief-ben, de sokszor itt is Lord of the Dance szintű kopogás túltengés lehet a dologból. Ebből a szempontból legfurcsább talán pont főhősünk lépés hangja, tűsarkú csizmában közlekedve nehéz elhinni, hogy ezt a kopogást nem hallják meg 10 méteres körzetben, de ez van, ez mégiscsak egy több mint 20 éves játék. Nem csak a lopakodás preferáló játékosoknak készül, de főképp őket megcélzó játékelem még az úgynevezett intelligence itemek, azaz a pályákon elszórt levelek, dokumentumok, aktatáskák és hasonlók felkutatása. Ezek amellett, hogy ösztönzik a játékost a pályák minél részletesebb felderítésére, meglepően sokszor tartalmaznak hasznos vagy kifejezetten mókás dolgokat is. Adott esetben ezekben találunk tippeket vagy útmutatást egy soron következő úgymond feladványhoz, vagy egy alternatív útvonalat találhatunk általuk. Jó példa erre például az a szakasz, amikor egy csatornán keresztül kell bejutnunk valahová, az ezt megelőző részeken találunk több levelet is, ahol valaki panaszkodik arról, hogy a csatornában egy nyitva hagyott ajtó miatt rágcsálók jutottak be. Vagy például egy kertész írja, hogy nemrég valaki a kúszónövényeken felmászva tört be a padlásra, ergo megvan, hogy merre kell tovább haladnunk. Az intelligence itemek képében elhelyezett poénok, easter eggek vagy rejtett utalások pedig egyenesen legendásak. Az egymással írásban kommunikáló dolgozók és feletteseik a legkülönfélébb apróságok miatt képesek panaszkodni, a bürokrácia röhelyes világába is betekintést kapunk sokszor, de olvashatunk olyan leveleket is, amiket a terroristák írnak a családtagjaiknak vagy barátaiknak. Az egyik későbbi pályán van egy easter egg, ami egy utalás a Claw intrójára, de vannak olyan úgymond mellékszálak is, amelyek az egész játékon, illetve később játékokon keresztül futnak. Ilyen például a Unity által
fejleszt egy titokzatos CT-180-as eszköz, amiről először a tréning során hallunk, később pedig több pályán is belefuthatunk aktatáskákba, amelyek a kütyű alkatrészeit tartalmazzák, hiszen a terroristák meg akarják szerezni a cuccot, de sosem derül ki, hogy végtére konkrétan mi is ez az eszköz. Na majd a második részben. A másik ilyen mellékszál a legelső pályán debütáló Martha és Clark, akik egy szokványos házaspárnak tűnnek, de elég hamar kiderül, hogy Clark valójában egy szovjet kém, a történetük pedig még a második játékban is tovább halad, persze ott is csak írásos formában. Come on, honey. You're the only flower in my garden. A megszerzett írásokat később a menüből is elolvashatjuk, de ezeken fölül vannak olyan intelligence itemek is, amelyeket fizikai formában nem találunk meg. Ezeket az átvezetők során néha felbukkanó válaszok alapján kapjuk meg. Szinte mindig két lehetőség közül választhatunk, és elég egyértelmű a dolog. Ha például főnökünk kifogásolja, hogy már megint elkéstünk, lehetünk flegmák is, mert megérdemli ez a tudálékoskodó nagyképű gyökér, de ha higgadtan és úgymond udvariasan válaszolunk, akkor ezért kapunk egy itemet. A küldetések legelső végigjátszásakor egyébként nem mindig lehet minden itemet összegyűjteni, vannak olyan kvázi titkos helyek, ahova csak egy később megszerezhető kütyüvel tudunk eljutni. A küldetés teljesítése után minden nálunk lévő új tárgyat unlockolunk, így kell újrajátszani a későbbi küldetéseket majd. Meglepő módon egyébként nem mindig lesz minden cucc ugyanott, a legtöbbnek létezik 2-3 különböző spawn helye, ami minden egyes újrajátszáskor változik. Ez nem csak az intelligence itemekre vonatkozik, de erről szintén később. Ha azt gondoljátok, hogy ezeknek a cuccoknak a gyűjtése az égvilágon semmit sem befolyásol, akkor ugyanúgy tévedtek, mint én a mostani végjátszásomig, de ugyanakkor valamilyen szinten igazatok is van. A küldetések végén kapunk egy statisztikát és értékelést a teljesítményünkről, ahol rangsorolnak, illetve különböző díjakat is kaphatunk. A legmagasabb Super Spy fokozatot akkor kapjuk meg, ha a pályán lévő összes intelligence itemet összegyűjtjük. Ezáltal, illetve a pályákon a civileket segítő kvázi sidequesteket teljesítjük, akkor elvileg későbbi pályákon segítőkészebbek lennének a civilek, vagy egyéb bónuszokat kapnánk. Valójában ez egy olyan mechanika, ami tervben volt, félig bele is került a játékba, de végül sem befejezve, sem kivágva nem lett onnan, szóval félig meddig igazatok volt, hogy ez nem ér semmit. Ami viszont benne van és működik is, az az adott pályák végén a díjak által kapott jutalmak. Ha egy küldetést életerővesztés nélkül teljesítesz, plusz 10 max HP a jutalom. Mivel a pályák során nincs medikit vagy más gyógyulási lehetőség, ez egy elég kemény kihívás, viszont ezt elég csak egyszer teljesíteni, ugyanis ezt a bónusz valamilyen oknál fogva csak is egyetlen egyszer kaphatjuk meg. Nem tudom, hogy ez miért van így, főleg annak tudatában, hogy a páncélzatot ugyanezzel a módszerrel viszont 6-szor lehet upgrade-elni, ez a küldetéseket bekapott találat nélkül kell teljesíteni. Magas találati százalék elérésével a max lőszerünk növelhető ugyanígy, de ez annyira nem is fontos, plusz elérni egyes pályákon szinte lehetetlen. Hasonló módon kaphatunk a lopakodásért stealth bónuszt, ami ha minden igaz a lépéseink hangját csökkenti, bár erre van alternatív lehetőségünk is később. Keep your men out of sight. We don't want to spoil our trap, do we? Yes, sir! I mean no, sir! I mean yes to the first part and no to the second part! Sir! A játék első küldetése Marokkóban játszódik, és egy kvázi céllövöldés résszel kezdődik. Itt egy nagykövetet kell a három orgyilkosaitól megmenteni, tipikus Nolf módon persze az egész meg van csavarva azzal, hogy a fickó borzalmasan nagyot hal, és meglehetősen rövidlátó is. Pardon me, do you have the time? No, sir, I do not have a dime, and I don't have much use for beggars. Ennek eredményeképp a tőle egy méterre összeeső orgyilkost is elesegeti, hogy részek huligán. Az egész elején Bruno megkérdezi, hogy asszisztáljon-e azzal, hogy szól, hogy hol bukkannak fel a lövészek. Nagyon sokáig azt hittem, hogy itt a megfelelőt kiválasztva kapunk egy intelligence itemet, pedig valójában ez egyfajta nehézségi fokválasztó ez a részhez. A legelsőt kiválasztva Bruno mindig szól, hogy honnan jön az ellenfél, a másik kettőnél csendben marad, de ha nagyon tökös választ adjuk, akkor minden mellé még jóval sűrűbben fognak spawnolni a sniperek. Amellett, hogy ez utóbbit leszámítva elég nyugdíjas tempójú ez a rész, a második és harmadik opciót választva a pálya végén kapunk egy vagy két extra intelligence itemet. A nagykövetet egy másik helyről is fedezni kell, majd jön a tényleges akció, egyes falakon vagy fajtókon át is lehet lőni egyébként. Ezután Brunoval kell találkozni, de a hotelben és környékén feltűnnek Volkov emberei. You look like you need a monkey. Excuse me, I have a very fine monkey for you. Only $20 American. Sorry, I don't want a monkey. What do you mean? I don't want a monkey. Why not? Because I don't like monkeys. Now get that filthy beast away from me. Ez a párbeszéd a Nolf demója óta legendává vált. De esen szó nálunk lévő kémkütyükről is. A hajcsat valójában egy zártörő, ezt ilyen és ehhez hasonló kulcsos zárakhoz lehet használni. Konkrét minijáték nincs, csak addig kell használni, míg le nem esik a zár. Ezeket a kulcsos zárakat egyébként le is lehet lőni, de ez általában túl nagy zajjal jár. A legtöbb kémcucnak van másodlagos funkciója is, a hajcsat esetében ez egy mérgezett tőr, ami a gyanútlan ellenfeleket egy úgymond fejlővéssel csendben kiiktatja.
Igazából ez csak egy lassabb, de látványosabb alternatíva az ütésünknek. Ilyen tockosokkal csak az úgymond nyugodt, nem harci módban lévő ellenfeleket lehet kiütni. Lopakodós játékokban alap a magunk után hagyott hullák eltüntetése, a Northman ez sajnos megint csak kicsit körülményesen van megoldva. A játék szerint Kate nem elég erős ahhoz, hogy felemeljen vagy akár arrébb vonszoljon hullákat, így a Unity kifejlesztett egy savszerű valamit, ami által pár másodperc alatt elszublimál bármilyen test. Ez a löty egy külön gadget slotot foglal el, és limitált mennyiségben lehet csak nálunk, úgyhogy én nem is nagyon használtam. Talán később kamerás helyeken lehet értelme, de enélkül is teljesíthető minden pálya. Nem tudom, hogy miért emellett döntöttek a fejlesztők, hiszen hullacipelő mechanika volt már a Thief-ben is, akárcsak a Nolf 2-ben lesz ilyen, úgyhogy fura. What sort of getaway did you have in mind? Something quiet and romantic. It's for our anniversary. Well, in that case, perhaps Azru might just be the ticket. It's quiet and less touristy than Fez. That sounds marvelous. Do you have any brochures? Sure, here you are. Thank you. A játékban lévő sebzésmodell és halálanimációk világbajnokok, attól függően, hogy hol és milyen irányból találjuk el az ellenfeleket, más-más animációval esnek össze. De ugyanúgy külön animot kaptok a korlátokon át magasból leesők is. Ami a leginnovatívabb és baj szemmel egyszerre legimpresszívebb és legmókásabb, az a lépcsőkön leguruló ellenfelek látványa. Itt találkozunk először a zöld zakós Orbánra hasonlító részek fickóval, aki az egész játék során újra és újra felbukkan, és általában tűzharcok alatt szépen lefekszik aludni. A küldetések során, ha civilek is vannak a közelben, érdemes alapból elrejteni a fegyvert, hiszen így nem tudunk beszélni velük. Persze legtöbbjük csak egy-egy lényegtelen sort intéz felénk, néhány esetben viszont tudnak aktívan segíteni is, mint például a nő, aki segít elterelni két őr figyelmét, akik mögött ezután simán el lehetne osonni, de nem hiába gyakoroltam a dupla fejlővést, úgyhogy. Ez az első marokkói küldetés rekordtartó az intelligence itemek számát illetően több mint 40-et lehet összeszedni itt. Mint mondtam, ezek nagy része minden újrajátszás során más-más helyeken lesznek, és még ennyi év után is tudott újat mutatni a játék, például korábban nem is tudtam, hogy itt a kis párkányra kimászva az ablakon át be lehet jutni ebbe a szobába. Brunót is megtaláljuk, de valaki elárult minket, így Volkov bosszút áll az emberen, aki miatt elvesztette az egyik szemét. Ezek után elmenekül, de nekünk is menekülni kell, utunk során bombákat hatástalanítva és a civileket megmentve. Ha véletlen akár egy civilt is lelövünk, akkor elbukjuk a küldetést, de akkor is game overt kapunk, ha ellenfelek által meghalt több mint 3 civil, szóval van hibázási lehetőség, de mivel lehet gyors menteni akárhol, én tökéletesnél alább nem adom. A hatástalanításra váró bombák és megmentésre váró civilek helye egyébként az intelligence itemekhez hasonlóan random vannak elhelyezve, szóval ne lepődjetek meg, ha újbóli végjátszáskor nem ugyanott lesz minden. Volkovot nem érjük itt utol, viszont opcionálisan kivallathatjuk az egyik emberét, itt választhatunk, hogy szép szóval vagy brutális kínzással akarjuk szóra bírni a fickót, a végeredmény ugyanaz lesz és, mint mondtam, át is ugorhatjuk ezt a részt, de a mókás párbeszéd miatt érdemes egyszer kipróbálni. Ezután immár nyíltabb terepen haladunk tovább, ilyenből lesz még pár a játék során, és nosztalgia ide vagy oda, ezek a lineáris csőben haladó szakaszok nagyon szarul öregedtek. Persze itt nem csak ilyen részek vannak, láttunk már játékokat, ahol 70-80%-uk ilyen terepen játszódott, mint például a Marine Sharpshooter vagy más City-s játékok ugyebár. Megértem, hogy ezt annak idején másképp nem nagyon lehetett megvalósítani, de az tény, hogy itt nem tündököl annyira a játék. A küldetések közötti briefingek után általában egy-egy rövid tutorial erejéig visszakerülünk a kiképzésre, ahol a soron következő pályákon feltűnő új mechanikákról vagy az új kütyükről kapunk infókat. Itt teszek említést a lipstick gránátról, ugyanis küldetések során sosem használtam őket. Ezekből van olyan, ami időzítős, van, amelyik mozgásérzékelős, de én a lopakodás híve vagyok, ahol robbantani nem szükséges, éles tűzharcok során pedig külön gránátdobásgomb hiány elég macerás ezeket használni, de ötlet szintén a rúzsnak álcázott gránát egész ügyes. Az új lopakodós mechanika itt a reflektor, amit csak el kell kerülni, illetve a kamerák, amiket szintén csak el kell kerülni, hiszen a szétlövésük automatikus riadóval jár. Ha meg is lát a kamera, van kb. 2 másodpercünk riadó előtt, úgyhogy fülelni kell és gyorsan mozogni. Rejtett kamerák nem lesznek és nem is próbálják meg rejteni őket, a lépés hangok mellett a körülöttünk zúgó 2-3 kamera kakofóniája is elég érdekes élmény lesz a fülnek.
A legtöbb küldetés előtt választhatunk, hogy a gyári ajánlott felszerelést visszük magunkkal, vagy mi magunk választjuk ki az utcokat. Én szinte sosem hagyatkoztam az ajánlásokra, a kötelezően szükséges kütyük mindenképpen nálunk lesznek, automata fegyvereket pedig az őröktől amúgy is felvetünk, úgyhogy érdemes inkább olyan cuccokkal feltölteni a 3-4 szlotot, amiket nem találunk alapból a pályán. A következő helyszín egyébként Nyugat-Berlin, a helyi titkos rendőrség a Stasi egyik bázisa, ahol egy defektáló tudós kell kisegítenünk. Az elején az úgynevezett dominó módszerrel kell információt összegyűjteni, ez azt jelenti, hogy több ügynökkel kell beszélni, akik az üzenet egy-egy részét tudják csak. Ha esetleg valaki kételkedne, itt a bizonyíték, hogy ezek valóban németek. Leave me alone. I don't want to talk to you. Go away. Nobody's home. A bázisra úgy jutunk be, hogy lefizetjük az őrt, meglátogathatjuk a kötelező FPS csatornát is, majd innentől kamerák alatt osonva kell még beljebb kerülni. Mivel a kamerák persze a hullákat is észreveszik, itt már előfordul, hogy el kell csalni az őröket a helyükről. Elvileg ebben nyújtana segítséget a pénzérme, de a lopakodás többi eleméhez hasonlóan ez is furán működik. Van úgy, hogy az eldobott érmét a közelben lévő épület összes őre meghallja és csoportosan indulnak a hang irányába, van úgy, hogy 3 érme eldobására sem indul meg a kollega, és van úgy, hogy ki kell nyitni az ajtót, hogy elhagyja az őr a helyét, szóval abszolút lehetetlen megtippelni, hogy az adott őr pontosan hogyan fog erre reagálni, épp ezért csak nagyon ritkán használtam az érmét. A kamerák is amúgy hasonlóan furák, úgy vannak beállítva, hogy sok esetben, amikor azt hinnéd, hogy na itt biztosan meglátja a hullát, nem történik semmi, néha viszont olyan lehetetlen szögből és távolságból képes észrevenni, hogy hihetetlen. Ja, ki kell tapasztalni mindent. A bázis belső részén bombákat kell élesíteni ezúttal, amelyek mindig hordókhoz vannak erősítve, de a hordók random változó helyeken vannak. Emellett az irattárban meg kell keresni pár piros színű könyvet, és egy napszemüvegbe épített kamerával le kell fotózni őket, tipikus James Bond pillanat. Innentől kezdve a pályákon feltűnnek néha további piros könyvek, amik szintén lefotózható intelligence itemek. Kapunk még egy öngyújtót is, ami egyelőre csak arra jó, hogy a kontakt személynek tüzet adjunk. A fickó ad egy igazolványt, amivel bejuthatunk a titkos polc mögött kezdődő kutatólaborokba, de csak a civilek számára leszünk inkognitóban, az őrök és kamerák ugyanúgy lebuktatnak, szóval ez egy totál felesleges extra szerintem. I don't understand it. The god should explode, but it does not. Why? Jürgen's god explodes, but mine does not. Is it a problem with the god or with the reagent? Robbanó kecskék? Bizony, ez nem vicc, meg lehet látogatni még a titkos kísérleti labort is, ahol, ja, robbanó kecskéket próbálnak gyártani. Egy később megszerezhető kütyüvel ide visszatérve pedig még bejebb hatolva megtaláljuk ezt a titkos óriás kecskét is. Ha megtaláljuk Dr. Schenkert, elszabadul a pokol és így kell elmenekülnünk, a dokért mindig vissza kell menni, hogy kizökkentsük a pánikmódból, minek után jön a játék talán legikonikusabb pályája. This is your captain speaking. We have reached a cruising altitude of 24,000 feet and will soon be leaving German airspace. A doki társaságában repülünk London felé a világ legelső sugármeghajtású személyszállító repülőjével, a De Havilland Comettel, ami IRL sem volt egy életbiztosítás, de lesz ez még rosszabb is. Dr. Schenkertől megtudjuk, hogy biológiai fegyvereken dolgozott, ami gyakorlatilag emberi bombákat jelent. A beszélgetés megzavarja egy másik repülő, ahonnan a hegyomlás kód fickó által vezetett osztag megszállja a mi gépünket. A helyszín mi volt, amiatt ez egy elég rövid rész, ahol át tudunk lőni a függönyökön, ahogy azt a kiképzésen tanultunk. A pilótáknak annyi viszont minket is kiüt a skót, és innentől indul az a visszatérő poén, hogy miért nem ölnek meg minket ilyenkor. A dokit is elrabolják végül, és miután felkeltünk, menekülni kell a gépről, egy percünk van mindenre, miközben új intelligence itemek is megjelennek a pályán. A gépből kizuhanva jön az a rész, aminek láttán annak idején mindenki eltátotta a száját. És én azt mondom, hogy ez még ma is megállja a helyét, szuper ötletes ez a zuhanó szakasz. Érdekes módon a fegyverünk ilyen körülmények között is szokásosan pontosan lő. Így csak annyi a dolgunk, hogy úgy helyezkedjünk, hogy az alattunk zuhanó fickótól elvehessük majd az ejtőernyőt. Please be full of hay! Please be full of hay! A következő küldetés előtt kapunk egy altatógázos parfümöt, ami innentől jó ideig az arzenálom részét képezte. Szeretjük a németeket, úgyhogy ezúttal Hamburgban fogunk kommandózni egy látszólag fullon lévő szórakozó helyen. Hey baby, wanna dance?
Itt ismét az egyik jóasszony segítségével és tök feltűnésmentesen be tudunk jutni a helyre. Ben épp koncertezik Inge Wagner, akinek senki nem meri megmondani, hogy énekhangja egy beöntéssel legyen értékű. A kirendelt felettesünk még nincs itt, úgyhogy beosonhatunk a menedzser irodájába, szólhatunk az egyik nőnek, hogy a barátja kint várja őt, amiért cserébe egy levelet kapunk, lőhetünk egy mosdókhagylóra felugrós villantós selfit, vagy barátkozhatunk a táncoló emberekkel. This club is super groovy, don't you think so? A kivétel nélkül mindig gyomorforgatóan ocsmány ingekben feszítő felettesünk is megkerül a végére, és pár hímsoviniszta megjegyzés után le kell rendezzük a feltűnésmentesen minket követő kémet. Ezután persze elszabadulnak az indulatok és újfent menekülnünk kell. Ezen a részen hallható a játék egyik legendás párbeszéde, amikor két őr a bűnözők pszichéjéről beszélget. Ez egy majdnem 3 perces dialógus, amit érdemes végighallgatni, a szövegírók abszolút kitettek magukért, és ez ugyebár csak egy dialógus a sok közül. Surely you're not suggesting that individuals aren't accountable for their actions? Oh no, of course not. Just because we are products of the societies we're born into doesn't absolve us of personal responsibility. Ezzel éles kontrasztban viszont a játék főbb gonoszainak háttérsztoriát elég érdekes módon adja tudtunk rá a játék. Minden esetben úgy néz ki ez, hogy a főnök megkérdezi, hogy mit tudunk XY-ról, mire Kate belekezd egy hosszú monológba, hogy ez meg ez van az aktákban ezekről az emberekről. A háttérsztorik érdekesek amúgy, de ez az expozíció dump elég otromba úgy, hogy ez alatt például csak a rádiót látjuk. Abandon ship! Abandon ship! Did he say ship or sheep? Továbbra is Németországban, ezúttal Brémában egy kikötőben kell feljutnunk egy hatalmas teherhajóra. Számomra valahol innen kezdődik a klasszikus Nolf hangulat, ami ezeken az industriális helyeken abszolút csúcson van. A lopakodás mellett az első szakaszon kalandjátékos elemek is feltűnnek, amikor az utunkat blokkoló gőz kell elzárni, amihez meg kell találni a tekerőkart, amihez le kell ereszteni a savat, amihez le kell kapcsolni az elektromosságot. A legtöbb helyszínen egyébként több útvonal közül is választhatunk, például itt a raktárba bemehetünk a főbejáraton keresztül, de kisugrálással a tetőn át is bejuthatunk, ahonnan még könnyebb elintézni az őröket. A Northbay-i raktáraknak egyébként megvan a sajátos hangulatuk, nem tudom megmagyarázni pontosan mi is ez, lehet a grafika, lehet a hanghatások, de már annak idén is valamiért teljesen oda voltam ezekért. Persze van, amikor a grafika nem tündököl annyira fényesen, főleg a kültéri részeken, például ez a kikötő is kritikán aluli. Vitán felül ezek a részek emlékeztetnek leginkább a Nolf után a Lithtech motorral készült budget játékokra, ahol viszont az összes helyszín hasonló színvonalú volt. A fegyvereket illetően még nem is beszéltem a különböző lőszerfajtákról. A legsűrűbben használt fegyverekhez használhatunk többek között például a foszforos vagy mérgezett töltényeket, melyek mindegyiket damage over time sebzés jelent, akár lábon is lőhetjük az ellenfeled, akkor is meg fog halni. Nyilván ez hevesebb tűzharcok során jön jól, a sima lopakodás az elég lenne a sima töltény is, sőt, nem vagyok benne biztos, de sokszor úgy tűnik, mintha a foszforos töltény úgymond hangosabb lenne. Mivel én mindig csendben akartam maradni, biztos, ami biztos alapon megmaradtam a sima töltényeknél. Viszont amíg van nálunk speciális lőszer, a fegyverváltás után mindig ilyenek lesznek betárazva, úgyhogy minden váltás után külön át kellett váltanom a kívánt lőszerre. Ha minden igaz, ez a Game of the Year patch után került bele, de nagyon szívesen lemondanék erről. Hasonló furcsaság az is, hogy fegyverváltás után mindig automatikusan teli tárat kapunk, ami nem utolsó kényelmi szempont, de az ilyen elitista gyökereknek, mint én, ez akkor is egy apró zavaró tényező. A hajó belsejében navigálva adott hordókat kell lefotózni, illetve itt próbálhatjuk ki az immár felspécizett öngyújtónkat is. Ezt a hegesztőt a számzáros zárakhoz használhatjuk csak, amiket lelőni sem lehet egyébként. A játék során másodjára is kijutnak minket, a szintén a hajón tartózkodó Magnus és Inge Wagner pedig vitáznak egy jót, ami kifejezetten mókás. Coward. Fatty! Dunk! Fatty! Mindeközben a nagyon okos társunk berobbantja a hajót, és fegyvertelenül kell menekülnünk, mielőtt elsüllyedünk. Ez a rész is kicsit Half-Life, különböző kapcsolókat kell aktiválni, illetve ezt az ajtót érdemes becsukni magunk után, különben idő előtt ellepi a víz az egész folyosót. Itt lehet felvenni a Lugerre tartozó hangtompítót is, a végén pedig egy jeladót kell raknunk a hajó rádiójára, illetve itt láthatjuk először a Harm biobombáját akció közben. Fabulous cigars, Carlisle, absolutely fabulous! Aren't they? A close personal acquaintance of mine is in the import-export business. Gets them direct from Havana. Care for another? Don't mind if I do. Hey,
Well, hello there. I let myself in. I hope you don't mind. I could have shot you. But then you would have felt guilty. A hajó elsüllyed, de a feladatainkat nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni, úgyhogy ez pótolandó jön a következő küldetés. Megint valakinek eljárt a szája, úgyhogy a hotelt ellepik a fegyveres ellenfelek, innen kell először élve kijutnunk. Valószínűleg a kisé ódivatú berendezés miatt, de ennek a résznek enyhe Return to Castle Wolfenstein hangulata van, ami abszolút nem rossz. A szuperkémes feelinget erősíti a kémjátékokból és filmekből kihagyhatatlan zipkord, ami jelen esetben övcsatnak van álcázva, ezzel a környezetből eléggé kilógó horgokra tudunk lőni. A küldetés főszakaszában búvárruhát öltünk és így merünk alá, hogy megtaláljuk az elsüllyedt hajón lévő dokumentumokat. Ehhez passzolóan kapunk egy szigonypuskát is, amit később természetesen más küldetésekre is magunkkal vihetünk, egyenlőre a víz alatt a cápáknak, meg később az ellenséges búvárok ellen kell használni. Mindössze 2 fontos iratot kell megtalálnunk, de mégis érdemes az egész hajót átkutatni, ugyanis itt található az antitoxin, ami az első bónusz felszerelésünk. Ilyenből 5 található titkos, vagy legalábbis nehezebben elérhető, illetve később megszerezhető kütyüvel elérhető helyeken. A küldetés teljesítése után már magunkkal vihetünk ezek közül egyet a következő pályára. Ezek közül 3 a különböző speciális lőszerek ellen nyújtanak védelmet, az antitoxin a méreg, a poroltó a foszforos, a sebtapaszt pedig a dum-dum töltények hatását csökkenti 50%-kal. A füldugó a robbanások által elszenvedett sebzés felezi meg, a legfontosabb és legmókásabb viszont a bolyhos mamusz, ami által a lépéseink lesznek csendesebbek. Mi nem fogjuk kevésbé hallani őket, de persze a lopakodáshoz ez egy kellemes kis plusz. A bázisra visszatérve a Harm igencsak egyedi módon közzévelünk a fenyegetéseit, állítások szerint több emberi bomba van élesítve, a hatásállításhoz szükséges ellenszírmód pedig csak a követeléseik teljesítésekor adják át, amit kérnek az csupán 50 millió font, egy róluk elnevezett ünnepnap és az egész ausztrál kontinens. My name is Mia Hegg. I'm from Men of Influence magazine. Men of Influence? What on earth are you doing here? A hajón talált információ a Dumas nevű iparmágnáshoz vezet, és a következő küldetésben ki kell deríteni, hogy mi a kapocs közte és a Harm között. Elsőként az üzleti központjában próbálkozunk, de pekjünkre a fickó heti 15 percet tölt csak itt, de semmi gond, egy kis guttalak segítségével szétnézhetünk legalább az irodájában. Would you excuse me for a moment? Amilyen lelkiismeretesek a fejlesztők, ha lezárt WC-be csítekkel bejutunk, tényleg ott van a recepciós csaj, és tényleg hasmenése van. De komolyra fordítva a szót, ez a Nolf leggyengébb fejezete szerintem több szempontból is. Itt a legelső szakaszon például nem lőhetünk le senkit, nem üthetünk le senkit, és a riadó is game overt jelent. Minden sarkon kamera van, úgyhogy először azokat kéne lekapcsolni. A biztonsági szobából ki tudjuk ugrasztani az őrt, mégpedig úgy, hogy az egyik közelben lévő kukát felgyújtjuk. Ha a WC-ben lévő kukát gyújtjuk fel, akkor viszont az őr a végtelenségig ott marad, szóval ez a legkényelmesebb megoldás. A főnök irodájában egy titkos átjárót megnyitva eljutunk az exkluzív tetőtéri irodába is, ahol nos, végül semmi kompromittáló dolgot nem találunk, szóval csak vissza kell jutni a recepcióra. Második ízben az egyik gyártelepét kutatjuk át, az első őrt a kollega elintézi, és itt van egy dogó is. A küldetés előtt kapunk egy új játékszert, mégpedig egy robot pudlit, ami eltereli a kutyák figyelmét. Nagyon sokáig nem értettem, hogy ez miért is van itt, hiszen kutyákkal 2 küldetésben találkozunk csak, és mindegyik kerítés mögött van, szóval semmi vizet nem zavarnak. Mint kiderült, ez a kutyás mechanika abszolút nem lett befejezve, de valamiért nem is vették ki a játékból, magyarán egyszer nem kell használnunk szegény robotblokit. Ez a gyártelepes szakasz meglehetősen egyszerű és rövidke, ami itt említésre méltó az max az, hogy itt vetjük fel a nemrég említett speckó raktapaszt, illetve a mozgó vonatra felugorva egy világkörüli easter egg útra vizethetünk be. A küldetés utolsó része pedig szerintem konkrétan a Nolf mélypontja. Itt egy riporternek kiadva magunkat, magát a bárót kell meginterjúvolni, kideríteni, hogy mi köze van a Harmhoz. Itt először meg kell győzni a lakhájt, hogy beengedjen, aztán a bárónak kell különböző kérdéseket feltenni. A dialógusok szuperek, viccesek, nagyon jó munkát végeztek a szövegírók, viszont teljesen mindegy, mely kérdéseket választod, a végeredmény ugyanaz lesz, és maga a játék a következő 10 percen keresztül itt teljesen megáll, gyakorlatilag egy baromi hosszú, átugorhatatlan, interaktív átvezető jelenetet kell végignéznünk.
Én értem, hogy mit akartak a fejlesztők, tényleg a változatosságnak ez pluszt ad, mókás az egész, de ez egy hatalmas rizikó, mert alapvetően nem egy point-and-click kalandjátékot kezdtünk el játszani. A jó hír az, hogy ilyen több nem lesz, és végül az is kiderül, hogy mi köze a bárónak a Harmhoz. Abszolút semmi, ez a forma egy igazi idióta. If you were stranded on a desert island, what piece of music would you most want to have with you? Music? Well, anything by Picasso, of course. Úgy szól a mondás, hogy a legsötétebb éjszaka után jön a legfényesebb hajnal, ez a Nolf esetében is igaz, hiszen az előző mélypont után a rákövetkező Safecracker nem csak hogy a játék torony magasan legjobb része, hanem számomra a videójáték történelem valaha készült egyik legjobb pályája is egyben. Kezdődik minden azzal, hogy megkapjuk a játék vitán felül legjobb fegyverét. A Sportsman Essex számszerű a lopakodás preferáló játékosok szent grálja. Mint sok más játékbeli fegyver, ez is tűpontosan lő távolra is. Ez a játék ténylegesen legcsendesebb fegyvere, szóval még ez a néha kaotikus, random módon reagáló mesterséges intelligencia is legtöbbször tehetetlen ellene. A Dölaj karabé szűkös lőszerkészlet is immár a múlt, hiszen a nyilvesszőket többször is felhasználhatjuk, gyakorlatilag sosem fogyunk ki a lőszerből. Az újratöltés is fürge, később tüzes, mérgező vagy akár robbanó nyilvesszőket is találtunk hozzá, ráadásul idővel még távcsövet is szerelhetünk rá. Ennél többre nem is vágyhatnék, innentől minden küldetésre ezt vittem magammal. Ez már eleve jól hangzik, azonban a Nolf számszeria jóval több és jelentőségteljesebb ennél. Ez nem csak egy fegyver a sok közül, hiszen általa az egész stealth mechanika is, így maga a játékélmény is a korábban látottakhoz képest egy hatalmas pozitív boostot kap. Korábban a csendben gyilkolás és lopakodás során sosem éreztem magamat biztosnak, mindig jelen volt az RNG bizonytalanság, nem tudtam fixre mondani, hogy mi fog történni, mindig külön rá kellett készülni az összes eshetőségre. Viszont a számszeréjjel ilyen nincs. Itt 99% eséllyel tudtam, hogy ha az eddigi tapasztalatokkal haladok előre, akkor nem lesz baj. A Safecracker pálya dizájnja is rájátszik erre, iszonyat ügyesen van összerakva az egész. A játék labilis mechanikái ellenére itt a dobozok és fémpalánkok tetején igazi assassin feelingem volt, hogy itt most már én vagyok a dzsungel kibaszott ura és abszolút kontrollom van a pálya és az ellenfelek fölött, és ez kurva jó érzés. A célunk egyéb iránt a báró által említett óriási szép felkutatása és feltörése lesz, ami az először a szomszédos építés alatt álló felhőkarcoló daruját kell hídként használni. A már említett bizarr módon bizsergető industriális atmoszféra itt is a tető fokán van. A csupasz betonfalak és OBS lapok egyfajta liminal space hangulatot is adnak. A lopakodás abszolút kivitelezhető, egyetlen egy rohadék rész van csak a pályán. Pár szinttel feljebb haladva boss fight keretén belül meg kell küzdeni Inge Wagnerrel, aki valkürnek öltözve pajzsal és karddal harcol, illetve a hangja is fegyver, bár ezzel saját embereit stunnolja csak be. Tök poén, hogy csak úgy tudjuk sebezni, hogyha lekapcsoljuk a zenéjét, vagy mikor odadönget, hogy visszakapcsolja, az árammal tudjuk lesokkolni. A daruval végül átjutunk a kérdéses irodaház tetejére, ahol hordokat felrobbantva kell jelezni a kollégánknak, a tűzijáték valamiért nem jár riadóval, szóval no para. Az ablakmosó platformmal lejuthatunk a megfelelő emeletre, ahol japán stílusú irodák találhatóak. A játék során először és utoljára itt adott számú intelligence itemet is kötelezően fel kell vegyünk. Ezen a részen vannak kamerák is, és elég sok őr járkál, úgyhogy szinte biztos, hogy sokszor kell újra próbálni egy-egy helyzetet, hogyha tökéletesen csendben akarod befejezni a pályát. A kamerákat lekapcsolva bejutunk a főnök irodájába, a titkos ajtót is feltörjük az új kódtörőnkkel, amit simán csak rá kell rakni a kapcsolóra, és pár másodperc alatt automatikusan kinyitja azt. A szép előtti pár folyosón pedig a szemüvegünk új infravörös módját aktiválva kell elkerülni a lézereket, kivéve az utolsónál, ahol trükkösen a padló alatt kell haladni. Sajnos még így is van, amikor a padló alatt is eltalál egy lézer, ami szó szerint gáz, ezek a lebegő kecskék jelzik a mérges gáz hatását. A Safecracker egyszerűen pazar, minden benne van, ami a Nolfot naggyá teszi, a lopakodás, számszeri, intelligence itemek gyűjtése, kütyük használata, titkos kapcsolók, lézerek, a James Bond hangulat keveredik a Nolf tipikus industriális atmoszférájával, egyszerűen imádom. Az egész végén ráadásul idegesítő kollégánkat is lelövi Volkov, kapunk egy kamerát hatásalanító kütyűt, amit ugyan nem sűrűn használtam, de utólag belátom, hogy kellett volna, ja és megtanulunk motorozni is. Dr. Schenker újbóli kiszabadításáról fog szólni a következő küldetés, ezúttal az egzotikus USA területén.
A vonatos pályáknak minden játékban megvan a sajátos kis hangulatuk, talán a kisebb, zárt és limitált mozgástér miatt, de itt tudják a pályadizájnerek megmutatni, hogy mit is tudnak igazán. A Monolith korábbi játékaiban is voltak ilyen pályák, de mindet felülmúlja a North Bailey vasutazás. I love riding the train. Mivel nem teljesen hivatalos módon utazunk, amíg nem találunk egy érvényes jegyet, addig kerülni kell a kalauzt. A civilek mellett persze hadügynökök is vannak szép számmal a vonaton, rajtuk le is lehet teszteni a legújabb savpermetes parfümöt, ami rendkívül hatékony eszköz. A teljes szerelvényt be kell majd járjuk az objektívek teljesítése miatt, a végén pedig az utolsó kocsit leválasztva elgurulunk a titkos harmbázis rejtő fűrészmalom irányába. Is that a caboose? Yup. What do you think it's doing out here? Not sure. Should we report it? Probably. A hatalmas felstócolt deszkák között újfent tündököl az industriális hangulat, amit később felvált a csőben haladás, de ezt az utat immár motorral is megtehetjük. A járművek jelenléte és irányítása a Northban eléggé ambivalens érzéseket keltett bennem. Egyrészt imádom az ötletet, és a grafikai megvalósítás is elképesztően jó. A járműveket lehet egérrel is kormányozni, aminek az érzékenységét meg kell szokni, de szerintem jóval autentikusabb és pontosabb így fordulni, mint billentyűzettel. Maga a járműves részek úgymond koncepciója ellenben elég bizarr. Mivel menet közben nem tudunk lövöldözni, az egyetlen támadási módunk az az, hogyha elgázoljuk az ellenfeleket. Mivel életerővesztés nélkül nem tudunk csak elrobogni mellettük, a gázolás pedig nem túl hatékony több ellenfél esetén, az egyetlen logikus módszer az az, hogyha megállsz a motorral, a távolból lesznájperezed őket és mész tovább. Ezzel viszont fél percenként megakasztják a motorozást, szóval talán kevésbé zavaró, ha inkább gyalogszerrel teszed meg ezeket a távokat. Kár ezért, mert mondom, mint ötlet szuper. Itt találkozunk az első helikopter ellenféllel is, ami ellen kapunk ugyan egy gránátvetőt, de amit én a Northból megtanultam, az az, hogy itt felesleges ilyenekkel vesződni, elő kell venni az AK-t és két tárból fel is robban a heli. A titkos bázisra berobogva ismét teljes pompájában tündököl az igazi szuperkémes föld alatti bázisos hangulat, a női WC-ben pedig felvetjük végre a mamuszt, ami innentől kezdve kötelező a lopakodni vágyóknak. A dokit másodjára is kiszabadítjuk, ezen a villámos szakaszon át kell kimenekíteni végül, és az is kiderül, hogy hol tudjuk az ellenszérumot megszerezni. Ha minden igaz, akkor az ellenszérumot egy trópusi szigeten lévő bázison tárolja a Harm, ide érkezünk titokban és víz alatt, úgyhogy miért is ne alapon a számszeri helyett ide az ajánlott cigonypuskát hoztam magammal. Ez lassabb, mint a számszeri, de van egy szadista bája annak, hogy egy hatalmas szigonnyal lőjük fejbe az őröket. Akárcsak a számszerijjal, a falhoz közel álló ellenfeleket alkalmanként fel is tudjuk nyársalni rájuk, mindezt a painkiller előtt 4 évvel. Korábbi végijátszásokból tanulva ide a karabély helyett a Dragunovot hoztam, ami a játékban Geldmacher, azaz pénzcsináló néven fut. Pofátlanul kevés lőszer van hozzá és nincs hozzá hangtompító, de jóval nagyobb zoommal rendelkezik. A szigeten elég sokáig fogunk a már ismert lineáris szakaszokon rohangálni, és az őrtornyok miatt ez kifejezetten nagy szolgálatot tesz. Ez a szakasz egyébként sem a lopakodásról szól, a legtöbb helyen eleve úgy vannak elhelyezve az őrök, hogy mindenképp le fogunk bukni, úgyhogy itt felesleges az osonással vesződni. A bázisra behatolva ismét egy Half-Life-ba illő rész jön, amikor egy rakétatesztet kell szabotálni azzal, hogy a support gerendák lakatait levágjuk. Még bejebb hatolva belefutunk egy dialógusba, amit végig kell hallgatnunk, ugyanis ebből kiderül, hogy a szigeten nincs ellenszérum, azt konkrétan a világűrben gyártják. Itt kijött az ellenség intelligenciájának furasága, kíváncsiságból a két beszélgető tudós között előttem egy szigonyt, és a hangtompítós pisztollyal is lőttem később. A hangtompítós pisztollyal egyből meghallották a lövést, riadó lett belőle, de az, hogy a szemük előtt repült el egy konkrét szigony, az bezzeg le se szarják. De nincs mit tenni, irány a kozmosz, már csak egy szkafandert kell szerezzünk, és a következő űrhajóra fel is tudunk lopakodni. Amikor legelőször játszottam a Northal, itt teljesen ledöbbentem, hogy baszki, még az űrbe is kikerülünk. Ráadásul a három űrbázis dizájnja elképesztően stílusos, a tipikus 60-as évekbeli sci-fi-ben látott szkafanderek zseniálisak, még egy külön bár is található itt, illetve maga a bázis tele van oroszokkal. All right,
Don't be uptight. I'll take good care of it. I need another drink. You're about to get slapped, cowboy. A második szinten lévő őr gyorsan lecsapva felvetjük a lézerpisztolyát, amit nem kell újra tölteni, de elég lassan lő, és nagyjából az alappisztolyunkkal egyenértékűt sebez. Ennél jobb és igazából könnyebben megszerezhető a Super Laser Gun, ami szinte egy lövéssel vaporizálja el az őröket. The statistical probability of this station being hit by a meteor shower is so minuscule it won't even compute on the electronic super analyzer apparatus. A bárból elcsent kártyával tudunk bejutni az irányító központba, ahol deaktiválhatjuk a labor védőpajzsát. Ezek a helyszínek brutálisan jók, a zéro gravitációs szakasz ezzel a bizarr hipnotizáló akármivel, a kis játszótér, amiről ráláthatunk a bolygóra, a folyosón felkapcsolódó lámpák, vagy a meteor támadás miatt felrobbanó híd mind-mind pazar. Egy kis rejtett poénként az egyik raktárban rátalálhatunk még két kanos tudósra is, akikről több dokumentumban panaszkodnak a dolgozók. Oh, hello. We're just doing inventory of the medical supplies. Az űrbázis persze pont akkor éri meteor támadás, mikor mi ott vagyunk, szóval elég gyorsan meg kell találni az ellenszérumot, majd a liftaknában felugrálva irány a mentőkabin, és így térünk vissza a földre. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Will you please shut up? A figyelem középpontjába ezután a báró felesége kerül, az Alpokban található villájukba kell eljutnunk, és megint, vagy továbbra is Németországban vagyunk. You see that lady over there? I despise her. Elsőként Mrs. Dumas-t kell követni az utcákon keresztül, az egyik kisebb bázison vetjük fel a hangtompítót az SMG-hez, ami meglepően korrekt, nem is tudom miért emlékeztem úgy, hogy ez egy használatlan vacak. Egyre feljebb haladva találkozunk őrtornyokkal, amelyekből a távcsöves szemszerűjel könnyű kilőni az őröket, de a reflektorok, szóval ezek akkor is riadóztattak, ha nincs élő őr a közelben, sőt, kilőni sem éri meg még ilyenkor sem őket, szóval nagyon irritáló, de nem kikerülhetetlenek végül. A Zord hegyvidékre kikerülve pár percünk van csak, hogy elérjük a menedékházat, mielőtt megfagynánk, majd rövid pihenő után innen indulunk tovább egy snowmobillal. Ez ugyanaz a történet, mint korábban a motorozás, ugyanúgy időnként meg kell állni és sniperkedni, ami a korábban felvett Dragunov Night Vision távcsővel gyerekjáték lesz. Ami fura, az az úgymond hivatalos ugratások során érezhető mesterséges boost, amit a játék alánktól, de ezen nem lehet változtatni sajnos, vissza fog ez köszönni majd később is. Az egyik szakasz itt alá van aknázva, de ehhez korábban már upgrade-elték a szemüvegünket, ezt aktiválva láthatjuk az aknákat. Sajnos motorozás közben nem lehet rajtunk a szemcsi, úgy talán túl könnyű dolgunk is lenne. Az egész végén a felvonóval eljutunk végül a kérdéses villába, ami még ózsdibb és még ódonabb, mint a város. Amikor azt mondom, hogy a Nolf bőven megelőzte a korát, arra talán a legjobb bizonyíték az az, hogy a havas város és ez a kastély tökéletesen hozza a Return to Castle Wolfenstein hangulatot, egy olyan játék hangulatát, ami egy évvel a Nolf után jelent meg. Durva ebbe belegondolni. Mindenesetre marha nagy feeling ez az egész szakasz, a számszerűen megint csak csúcsragadozónak érezheti magát az ember, de a végén a játék során immár harmadjára megint leüt minket a skót. Battle Station! We are under attack! All coffee breaks are hereby postponed until the threat has been neutralized! Oh man! A báró felesége fogságában kiderül, hogy nem csak hogy neki van köze a Harmhoz, hanem konkrétan a Harm dolgozik neki. Meglepő fordulat, de még rémisztőbb, hogy minket is megfertőztek az úgymond bombával, és ez még a hamburgi diszkóban történt, de hát elmérték a dózist, úgyhogy még éppen nem haltunk meg, de kevesebb, mint egy óránk van hátra így is. Szerencsénk van, mert Magnusra bízzák, hogy örködjön felettünk, akit csak provokálni kell, amíg el nem fogadja a kihívásunkat, ahol puszta kézzel kell elverni ezt a melákot. Mennyire abszurd már, hogy taslikkal és tricipofonokkal, de a végén tényleg elpicsázzuk, és igazából további ellenállás nélkül tudunk elmenekülni a helyről. Miután visszaszereztük a cuccainkat, egy titkos ajtón át bejutunk az itteni bázisra, ahol igen hamar meg kell szerezzük az ellenszérumot. A tipikus filmbéli főgonoszok barlangjában csapdába esünk, de itt csupán egy cápát kell megvernünk úszásban, és eljutunk Mrs. Dumas rejtek helyére, de még ezelőtt itt a játék egyik legmókásabb easter eggje. I've missed you terribly. Every moment I'm away from you is pure torture. How I've longed to take you in my arms and whisper words of love into your ear.
Now, where's that damn socket wrench? How'd this goat get in here? A széfből megszereztük a bombával megfertőzött személyek névsorát, és pucolni kell innen, hiszen a báró is szerepel ezen a listán. A megmentésünkre érkezett Unity erők épp ostromolják a bázist, de Mrs. Dumas személyi testőr triója is megjelenik végre. Ezt a három nőt időről időre láthattuk átvezetők során, de csak most derül ki, hogy kik is ők valójában. Szerencsére egyikük sem túl nagy ellenfél, kicsivel több sebzést kibírnak, mint az átlag katonák, de mivel itt 100% akcióról szól a dolog és a játék lehetővé teszi, abszolút nem számít cheaterésnek a lézerpisztolyt magunkkal hozni. Aki nem akar ennyire pofátlan nagy előnyre szert tenni, az alternatívaként használhatja a Bakalov korrektor nevű pisztolyt, vagy épp az aktatáskának álcázott rakétavetőt is. A Unity-s kollégák végül sikeresen otthagynak minket a francba, úgyhogy helikopter helyett a felvonóval kell menekülnünk. Valószínűleg a 60 FPS még ide is túl sok, ugyanis a felvonón belül mozogni érdekes élmény. Ez amúgy egy több percig tartó és meglehetősen lapos szakasz, ahol csak helikopterek fognak ellenünk jönni. Hiába van nálunk egy rakás robbanószer, itt a példa is bizonyítja, hogy sima géppisztolyokkal hatékonyabb a dolog, mint rakétával vagy a Bakalovval. Miközben menekülünk, az egész hegyvidéket megrázza a páró által keltett robbanás, és összefutunk Volkovval is, akit egy jégbarlangban kell hidegre tenni. Ehhez mindössze egy revolvert kapunk csak, de ha már ideig eljutottunk, akkor gyerekjáték lesz a harc. A végén Volkov lezuhan a mélybe, megbosszultuk Brunót és Tomot is, jöhet a végjáték. Goodbye, Dimitri. You've won nothing. Yes, well, you've lost everything again. A városba visszaérve lelőjük Mrs. Dumas-t is, akiben szintén egy bomba ketyeg, úgyhogy alig egy percünk van a civileket beterelni az épületekbe, mielőtt minden a levegőbe repül. A bázisra visszaérve igazából elvégeztük a feladatunkat, Volkov és Mrs. Baró halott, az ellenszérum és a fertőzöttek listája nálunk van, a háromnak végleg befellegzett. Azonban Bruno sírját meglátogatva egy csavarral kiderül, hogy ki volt az áruló mindvégig. You were right. Last night I slept peacefully for the first time since my father died. How touching. Tom? You owe me more than you can imagine, Ms. Archer. Stílszerűen itt a temetőben kell vele megküzdenünk. Mivel Tom mérgezett töltényekkel lövöldözik, a játék kedves módon elhelyezett egy antitoxint az út közepére, de normál fokozaton nem kell nagyon rohangálni, csak oda kell állni Tom arca elé és telepumpálni ólommal. A dialógus végén feltűnik Mr. Smith, aki lelövi Tomot, majd megjelenik Mr. Jones, aki lelövi Mr. Smithet, és megjelenik Bruno is, na ez meg lett csavarva rendesen. Mindvégig Smithy volt az áruló, ő bérelte fel Tomot, aki valójában egy Melvin nevű ohiói porszívó árus volt, minden küldetés, amire küldtek minket, csapda volt. Bruno is túlélte Volkov támadását Marokkóban, de ezt titokban kellett tartani. Ez az utolsó jelenet nagyon ütős, mikor legelőször játszottam a Norfal, itt konkrétan tátott szájjal néztem, hogy mi a franc, zseniális, bárcsak még egyszer játszhatnék először ezzel. A credits után azonban még nincs vége a játéknak, hiszen a későbbi Game of the Year kiadás során készítettek még egy bónusz fejezetet, amikor is két trópusi vakációján egy majom ellopja a pisztolyát, de véletlenül rábukkanunk a három itteni titkos vulkán bázisára is. A Safecracker után talán ez a másik kedvenc küldetésem, van ebben is minden, lopakodás, motorozás, láva fölött ugratás, majommaszkot viselő őrök, leszniperezése, a bázison ajándékként megkapjuk a számszeríjat is, és a végén persze elárasztjuk lávával az egészet. Az ezutáni outro végén pedig jön az abszolút csavar, a részek forma állt végig az egész mögött. Szinte minden helyszínen ott volt, a szemünk előtt rejtőzködött, és még jól is érezte magát közben. No matter, we'll just have to do better next time, won't we? Which do you prefer, the violet or avocado? A Game of the Year Edition mellett a játékot átportolták később PlayStation 2-re is, hozzácsaptak még egy három részből álló fejezetet, amiben két tolvaj múltjába való visszatekintésként lehetett játszani. Nagy kár, hogy ez nem került bele a PC-s verzióba, vagy legalábbis, hogy mai napig nem portolták át ezt PC-re, de hé, cserében mi megkaptuk a vulkánbázisos pályát, ami összességében jobban megérte szerintem. A játék lehető legsimább futtatásához szükséges modokat és infokat természetesen megtaláljátok majd a Discord szerverünkön, akárcsak az időközben a Nolfhoz készült AI upscale textúra pakot is, ami egész csinosan néz ki. A videóban viszont mégsem használtam ezt végül, hiszen azt a grafikát akartam megmutatni nektek, amivel én is játszottam, és ami engem is elvarázsolt annó. Őszintén,
kurva jól néz ki a játék még így is. Persze vannak ezek a lineáris szakaszok, amelyek mai szemmel kritikán aluljak, és van jó pár alacsony felbontású textúra, de összességében hangulatos és a karaktermodellek például frenetikusan jók, rendesen pislognak, mozog a szájuk. Ezeket összehasonlítva más korabeli játékokkal, mint például a Soldier of Fortune, Medal of Honor vagy például a Red Faction, azért elég szembetűnő a különbség. Utólag más Lithek motort használó játékok után visszatérni a Nolfhoz talán ront egy picit az élményen, hiszen ha jól megnézzük, egyes pályarészek alapvetően nem sokban különböznek attól, amit például a Mesterlövészben vagy a Ninában láthatunk, mégis az összhatás teljesen más, a Nolfpéli pályáknak valahogy van lelkük, sokkal hitelesebbek, hamarabb elhiszem, hogy ezek valós helyszínek, mint az előbb említett játékoknál. Ehhez persze az audio szekció nagyban hozzájárul. A környezeti zajok pályáról pályára változnak és passzolnak a helyszínekhez, legyen szó az erdőstájról, a kikötő iroda épületéről vagy a föld alatti folyosók zúgásáról. Fegyverek, felszerelések hangjai is egyediek, hang alapján jól meg lehet különböztetni őket. A szinkron színészek is pazar munkát végeztek, hallani, hogy alig egy maroknyi színész dolgozott a játékon, de mégis sikerült változatos akcentusokat, személyiségeket létrehozni. Hiába ugyanaz a színész, hallani a különbséget a brit, ausztrál vagy német akcentusok között, ami még inkább hitelessé teszi a helyszíneket. It's not my fault that you're out here and she is in there. It is your fault. She is your girlfriend. You should have known better than to ask her to wait for you inside a club that is known to fill up every single night. Where's this stuff shipping at? Tomorrow afternoon. What's in these crates anyway? I don't know. Supplies? Could be. You don't know. You're not going to kill her? What if she wakes up? Now look here, you. I'm not going to butcher a fellow countryman with a specific grudge. Commissioner, good of you to join us. We're just about to embark on a little bet. Gordon here contends that his non-Cuban cigars will dupe seasoned connoisseurs like us. A szinkron színészek közül sokan kisebb tévésorozatokból lettek kiválasztva, és életük legjobb alakítását hozták itt szerintem. Említést érdemel például Ken Boynton, aki a kiképzőtiszt Santa mellett egy rakás karakterhangját kölcsönözte egymaga, vagy például a Bruno-t megszólaltató John Patrick Lowry, akit mindenki a Team Fortress 2 snipereként ismer. A két hangját adó Kit Harris tökéletes választás volt, meglepő módon a Nolfon kívül még pár Mario játékban szerepel csak, az IMDb oldalán pedig említve van, hogy szerepelt az 1985-ös Twice in a Lifetime című filmben, nem 100%, de erősen gyanús, hogy ez a rövidhajú hölgy Kit Harris a hangja minden esetre hasonlít. But I mean right down to a G-string. But you never saw anything. Are you kidding? I did too. I mean, come on, let's go. I don't know, you must have some understanding husband. I haven't. Well, my old man was a shit, so it made it easier. I guess yours wasn't, huh? Oh, me too. Best thing that ever happened to me, how about you? Really? What was I thinking? Why would Dmitri Volkov tell a lackey like you where he was going? A hangok mellett a zene is legendává vált. A fő motivumból elég pár másodperc, és minden Nolf rajongó felismeri egyből. Az 50-es, 60-as éveket korhűen felidéző bossa nova és jazz soundtracket Guy Whitmore szerezte, és hiába a frenetikusan jó főcímdal, vagy a játékba be nem került teljes dalokból álló soundtrack lemez, az én kedvenc zeneim a lopakodós részek alatt szólnak. Ezek a szerzemények nekem elválaszthatatlanok a Nolfról szóló emlékeimben, néhol egészen minimálisak, de tökéletesen passzolnak a helyszínekhez, és mindez vegyítve a környezeti zajokkal, az örök dialógusaival és a hangtompítós pisztoly alkalmankénti lövéshangjával, ez az agyamnak kész pornó. There's a ship out there. Should we tell Mr. Volkov? When you go back on shift. Mm-hmm.
A Nolf egy istentelenül kibaszott módon kurva jó játék, és akárhogy is próbálom, akárhogy is sikerült ebben a videóban, képtelen vagyok teljes valójában átadni ezt. A mai játékok után kipróbálva, sőt, akár objektíven nézve is, ez közel sem egy tökéletes játék, vannak hibái. A lopakodás jó pár gyermekbetegsége, a sokszor kiszámíthatatlannak tűnő AI, egy-két félkész játékelem és mechanika, van jó pár csúnyabb kültéri rész, akármennyire is fanbojkodom, nem akarom tagadni, hogy ezek létező hibák, amelyeket nem fog mindenki elnézni. Ami viszont tagadhatatlan és vitán felüláll, az az, hogy a Nolf egy korát megelőző komplex, változatos, ötletes, kreatív és humoros darab világbajnok hangulattal. Egy kicsit akció, egy kicsit lopakodás, felfedezés, kalandjáték, járművezetés, meg annyi változatos és egzotikus helyszínen, földön, vizen, levegőben, víz alatt, föld alatt, de még a világűrben is. Újrajátszhatósági faktora nagyjából közepes, teljesen megértem, hogyha korábban nem elérhető kütyükkel vagy új fegyverekkel újra neki akarsz vágni a korábbi küldetéseknek, az összes intelligence itemet összegyűjtve, az egyes tárgyak vagy elemek RNG elhelyezései miatt lesz egy kis újdonság másodjára is, a hangulat pedig ugyanúgy toppon lesz. A játék minősége ellenére amúgy kellőképpen hosszú is, nem éreztem soha úgy, hogy egész részek lennének összecsapva. Amiken érződik egy kis kapkodás, azok a félkész és benne hagyott mechanikák, de szerencsére ezek csak minimálisan vagy egyáltalán nem befolyásolják a játékélmény összességét. Az egészen érződik, hogy ezt szívvel, lélekkel készítették, egy igazi labor of love, mintha az életük pult volna rajta. Ami a fejlesztőcikk akkori helyzetét tekintve pontosan így is volt. A No One Lives Forever nem csak hogy megmentette a monolithot, hanem a csőd széléről egyenesen a csúcsig emelte őket, teljesen indokoltan és megérdemelten. Számomra pedig, nos, létezik Mafia, létezik Vice City, létezik Gothic 1-2, létezik Red Dead Redemption 2, amelyek mind-mind közel vannak ahhoz, amit én tökéletes játéknak tartok, sőt, nem tagadom, a Red Dead 2 brutálisan megingatta a világomat, de több mint 20 évnyi nosztalgia hatalmas úr, úgyhogy nekem továbbra is mindenek előtt örökre a legkedvencebb játékom a No One Lives Forever. Végszóként pedig csak annyit mondanék, hogy köszönöm az életre szóló élményt, és igen, szeretnék venni egy majmot.